Na, sziasztok, engem Múzők, és a mai videóban eljöttünk Balatonföldvár vasút megállóhelyre. Ezt fogjuk most levideózni. Ugye hát egy ilyen nagyon szép épülete van. Bejárat. Itt van egy ilyen resti. És mindjárt megyünk oda föl majd a peronra. Csak nagyon sokan vannak, és itt fogom lent elmondani, ami fontos. Ugye Balatonföldvár az viszonylag ilyen, hát város, igen. És érdekes, hogy mégis megállóhely van. Mint Lellén is például hasonló jelenséggel találkozhattunk, illetve talán Zamárdiba is ilyen lesz. Ha jól tudom. Van egy ilyen kis csatorna. Mivel megálló hely, ezért nincs aluljáró sem nyilván. Nem egy Balatonszárszója, ez hasonló utát járó van. Itt csak akadálymentes átütés van, más nincs is itt az oldalon. És ugyanolyan fedett peron van, mint Fonyódon vagy Lellén. Illetve nem tudom, máshol nem volt még ilyen ideig. És arra van Szántút Köröshegy, arra pedig Balatonszárszó. Érdekes, hogy a megállóhely épülete nem a végébe került a peronnak, hanem a közepébe, illetve lehet, hogy talán régen ott volt a vége a peronnak, amíg nem lett felújítva, és akkor így nem volt odaig, és abban a végében volt, nem tudom, mert a régi megállóban nem voltam, sőt mondom, egész Balatonföldváron nem voltam még, úgyhogy fogalmam sincs erről az egész dologról. Úgyhogy nézett ki felújítás előtt. Minden esetre érdekes, hogy még itt a felújított állásokon megszokott fedett biciklitárolót sem találjuk sehol. Körüljártó mindenhol, és nincsen. Így különös egy megállóhely. Régen ilyen kavicsos peron lehetett, gondolom itt, és az arra utal. Hát ez a rész. És hát itt ez a gyönyörű szép épület erre az oldalról is. Itt van két kijelző, meg itt van a csap. És itt van Balatonföldvár.
Milyen szép épület. És ott van a csap. És itt pedig a szokásos kijelző, az induló buszok, hajók, vonatok, és bent is van a váróteremben ilyen kijelző. Most nem tudom, hogy most jön a vonat. Ezt miért nem nézem meg? Jó kérdés. 13.03, 13.08-kor jön a következő vonat. Nagyon hangulatos vasútállomás, megállóhely. Van még a régi tábla. Ami ugye bejárati tábla volt. És itt ez tényleg gyönyörű ez az egész. Meg az egész Balatonfüredváros környékét van egy templom. Azért a szárszói állomás után ez egy kicsit más és teljesen más környezet. Ez az elit itt teljesen. De olyan nagy, ilyen régi villák vannak itt, meg minden, hogy tényleg teljesen ez. És itt lent végig menjünk át, ha megtaláljuk a biciklitárolót, mert erre nem voltam. De mert ugye ezeket azért keresem, mert hát vannak dolgok, amik a felújítás után keletkeztek. Ilyen dolgok, például a csapok, a fedett biciklitárolók, ezeket meg kell keresni, mert ezek új dolgok, és ezek nem minden állomásnak is megállóan kéne lenniük. Mert itt is fel lehet menni a perronra. Mik ez a legszebb látvány? De itt nincs semmilyen úgy látom, úgyhogy erősen nem megyünk el. A következő videóban majd Szántót Köröshegyre fogunk elmenni, ami egy nagyobb állomás. Szóval szerintem úgy ennyi most, szép meg minden, de erről a vasúti érdekessége különösképpen nincsen, inkább forgalma. Nincs semmi érdekes, nincs itt egyébként ezen szép épületen kívül. Úgyhogy én köszönöm nektek a figyelmet, én Múj Zoltán, nézzetek meg a következő videómat, az előző videómat és minden videómat nézzetek meg. Lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel, sziasztok!